Páva Zsolt Pécs polgármestere, felújítják a hullámfürdő kültéri medencét. Eléggé viszmajor helyzet alakult ki, hogy sikerült erre forrást találni? Az igazság az, hogy ez egy viszonylag késői hír volt, a szezonhoz képest mondom késői, tehát a tavasz végén jött az információ, hogy a hullámfürdő kültéri medencék nagyon rossz állapotban, különösen egyik a déli oldalon lévő, elodázhatatlan a felújítás, szökik a víz nagyon nagy mennyiségben, korábban is voltak információk, de a helyzet súlyossága az most derült ki valójában. Kénytelenek voltunk a szezon kezdetekor egy felújítást elindítani, ami augusztus 1-ig fog tartani, elsőjén pénteken már nyílik a felújított két kültéri medence, tehát akkor várjuk a pécsieket. Ennek a keret egyébként nem egy hagyományos, ahogy szoktunk tervezni, egy rovaton lévő egy összegnek az elköltése, hanem ez tényleg a különböző rovatokból és különböző költségvetési tételekből szó szerint úgy kapartuk össze ezt a pénzt, hogy legalább ennyit tudjunk tenni. Nem kis összegről van szó, több mint 50 millió forint ennek a bekerülési költsége, de az mindenképpen biztató, hogy mostantól mind a két medence szerkezetében is meg lesz erősítve, új burkolatokat kap, a víz elszivárgása meg fog szűnni, és a körülötte lévő létesítmények, tehát a tusolók, a taposók, egyebek, azok szintén fel lesznek teljes mértékben újítva, tehát egy korszerű, a mai kornak megfelelő két medence áll rendelkezésre a pécsiek számára. A pécsieknek viszont ki kell húzni az idei nyarat, és ahol több hőségfrontot is emlegetnek, hogy tudják ezt megtenni majd? Annyit tudunk segíteni, és remélem, hogy tudnak ezzel élni a pécsi polgárok, hogy 5 megyei fürdő esetében 20% kedvezményt érnek el azok, akik tükekártyával jelennek meg adott fürdőhelyeken. Ezek a következők: Orfű, Sikonda, Harkány, Szigetvár és Mohács. Ezeken a fürdőkön tehát 1/5-ével csökkentett áron tudnak benni a pécsi polgárok. És remélhetőleg a közlekedés is megoldott lesz. Igen, a panovolán a tárgyaltunk, tehát akik mennek és esetleg nagy tömegbe érkeznének ilyen szándékkal, vagy utazának pécsek, akkor külön járatokkal, vagy mentesítő járatokkal a panovolán tud majd segíteni ebben az ügyben. A jövőben csak a hullámra és a Pollákstrandra támaszkodhatnak a pécsiek, vagy esetleg van valami terv a fürdőhelyek bővítésére? A mostani időszak egy teljesen más év vagy éveknek tekinthető, hiszen a korábbi időben egyértelműen arra törekedtünk, hogy a tűzoltás és a napi tényleg elképesztően fontos és nehéz ügyek megoldása legyen a homloktérbe, a előtérbe. Mostantól, hogy a város adósság állománya jelentősen csökkent, nullára ment egész konkrétan, és tervezhető helyzetek álltak elő, hála Istennek. Mostantól tudunk hosszabb távon is gondolkodni, és most már mondhatom, hogy korábban csak remélni mertem, de most már mondjuk így, hogy az elvi döntés megszületett arról, hogy Pécs egy hullámfürdőnél nagyobb, egy akvaparkszerű létesítménnyel fog gazdagodni. Ennek a pontos feltételeiről, paramétereiről most nem tudok beszámolni, helyszínről sem, de ebben a ködös előkészítő munka, a tervezés megindult, és remélhetően a következő ciklus során ez az új akvapark átadása kerül minden pécsi számára.